A női kézilabda bajnokok ligája Budapesti négyes döntője még hátra van, az Európa Liga Final Fort viszont már megrendezték, a trófeát pedig a német Bietigheim szerezte meg, amely a fináléban 31-20-ra legyőzte a házigazda Viborgot, többek között Szikora Melinda parád és védéseinek köszönhetően, Melinda pedig már itt is van velünk, legalábbis virtuálisan. Jó reggel, szia Melinda! Jó reggel, sziasztok! No hát, a, gratulálok a, a győzelemhez, a, az Európa Liga Twitter csatornája is kiemelte, hogy mennyire jól ment neked a védés. Ez a pályafutásod legnagyobb sikere eddig? Először is köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy egy nemzeti, nemzetközi cím, ez mindig magasra fog kerülni, úgy a kis szekrényem tetejére, úgyhogy lehet, hogy ez lesz pályafutásom legmagasabb és legnagyobb kupája, úgymond, úgyhogy meglátjuk hogy még mi fér bele, én borzasztóan boldog vagyok és, és tényleg nagyon jól sikerült ez a hétvége, úgyhogy mindent bele tudtam adni, minden úgymond kijött belőlem, ami bennem volt, úgyhogy ez extra boldogságot jelent számomra. Az eredmények alapján az elődöntő volt az igazi fináléje ennek a hétvégének, ugye kettő másodperccel a vége előtt szerzett góllal vertétek meg az ikasztot. Hogy tudtatok utána koncentrálni a, a döntőre? Öm, megmondom őszintén, talán kellett egy kis pofon nekünk itt az elődöntőbe, itt a második félidő tizedik perce körül kiengedtünk és utána borzasztóan feljött a Dán csapat, a döntőből már nagyon-nagyon élesek voltunk és úgymond egy másodpercesen sem engedtünk ki és, és azt gondolom, hogy, hogy ez az elődöntő tapasztalata kellett a döntőhöz, hogy ez ilyen sima legyen. Mert hogy egyébként talán a hazai pálya miatt is egy picit a, a Viborgot talán esélyesebbnek is tartották a, a mérkőzés előtt. Ti, hogy éreztétek ezt? Én azt gondoltam, hogy mindkét csapat nagyon jó, mindkét Dán csapat nagyon jó. Ugye egy nagyon jó bajnokságból jönnek, láttuk az eredményeiket, amit ugye az előző szerdán produkáltak, tényleg BL csapatokat tudtak megszorítani, megszorongatni, úgyhogy igen, Vibor nyilván, mivel hazai pályán játszottak valamilyen szinten, ez előny lehetett számukra, de szerintem a két csapat nagyjából ugyanazt az erőt képviselte. És akkor mesél nekünk egy kicsit arról légy szíves, hogy hogyan ünnepel egy német csapat, amikor nemzetközi kupát nyer, hogyan telt a hét eleje? <coughs> hát még ott maradtunk egy picit a szurkolóinkkal ö, ünnepelni, ugye nagyon sok német szurkoló kísértel hál' Istennek minket, úgyhogy ö, kicsit megrendeztettük őket, ö, úgyhogy ö, aztán később bementünk a hotelbe, ahol megvacsoráztunk, aztán pedig ö, kerestünk a városban egy olyan helyet, ahol ö, tovább tudunk egy kicsit maradni, és kicsit hangoskodni, úgyhogy ö, hál' Istennek egyetlen egy hely ö, nyitva volt még a városban, úgyhogy bemettünk oda és ott egy picit kocintottunk és ünnepeltünk. És aztán nem is engedtétek bezárni azt a helyet egy darabig, ugye? Igen, hát szerintem jó forgalmat csináltunk, csináltunk a, a bár számára, de nagyon kedvesek voltak, tényleg nagyon sok barátot tettünk szert a helyi bárban, mindenki örült a, a sikerünknek is, a mi sikerünknek is, bár azért Nyilván mondták, hogy jobban szerették volna, hogyha valamelyik Dán csapat nyeri meg ezt a trófát, de, de tényleg nagyon-nagyon kedvesek voltak. Igen, ezt akartam mondani, hogy azért, hogyha sok barátra tettetek szert, úgyhogy egyébként két dán csapatot előztetek meg, akkor azért az nem kis dolog. Ugye a bajnokságot is megnyertétek már, ugye egy forduló még hátra van, de hat ponttal vezettek a Dortmund előtt, azért az nagyon ritka, hogy a, a német bajnokságban ekkora különbség alakul ki az első és a második között. Minek volt köszönhető, hogy ilyen, ilyen fölénnyel nyertetek? Azt gondolom, hogy nagyon jó keretünk van, tehát amikor összeállították ezt a keretet, akkor ugye még úgy volt, hogy BL-t fogunk indulni vagy bélbe fogunk indulni, úgyhogy tényleg erős kerettel váltunk neki a bajnokságnak, azt gondolom, hogy ez már alapjában véve egy, egy, pozitív volt, egy extra volt ugye a bajnokságban, illetve azt is, hogy egy jó rutinos keret alakult ki, és tényleg nagyon jó a hangulat és a csapategység is, én ezt tudnám kiemelni elsősorban a német kupa megnyerése az majd, hogy nem kötelező, ugye az van még hátra nektek, és ugye a Dortmundot már kiejtettétek, tehát elvileg a legnagyobb rivális már nincs is versenyben. Igen, úgy mondott, a két nagy riválusunkon már túlmentünk, a Metzingenem és a, a Dortmundon, úgyhogy, de ezt a Türinger csapatát nem szabad úgymond félváról venni, az edzők egy óriási stratégia, úgyhogy mindent be fog vetni, azt gondolom, hogy egy meccsre mindenki össze tudja nagyon-nagyon-nagyon kapni magát, úgyhogy nagyon készülünk rájuk, aztán majd meglátjuk, hogy a döntőbe kell, ki kell majd játszanunk. De ugye a szezon előtt négy trófea megnyerésére volt maximum esélyetek, ebből ugye hármat már besöpörtetek, és ugye a német kupa lehet a, a negyedik. Ugye mondtad, hogy erős a keretetek, de azért arra láttál esélyt, hogy, hogy akár mind a négy sorozatban az élen végezhettek? Mert azért ez kuriózum lenne. Hát azt gondolom, hogy én nagyon bíztam benne titkon, úgyhogy a csapat vezetőség is ezt a célt úgymond határozta meg, miután ugye az Európa Kupa indulás lett úgymond a, a vége, és nem a BL indulás, úgyhogy én tényleg nagyon bíztam benne. Nyilván ez nagyon nehéz volt, tényleg lépésről lépésre haladtunk előre, Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy, már most nagyon boldog vagyok, de, de most már ezt a három meccset, ami hátra van, ezt is nagyon szeretném megnyerni, és tényleg ezt a negyedik trófeát is a magasba emelni. Teljesen pozitív az összképe az első légiós évetnek? Én azt gondolom, hogy teljesen elégedett lehetek azt gondolom, hogy a beilleszkedés is nagyon jól ment, illetve most már a nyelvtanulás is egyre, egyre jobban megy, és tényleg egyre többet éltek, úgyhogy hogy tényleg nagyon pozitív vagyok, meg is hosszabbítottam a szerződésem, plusz egy évvel jövőre is a kerettagja leszek, de azt gondolom, hogy, hogy tényleg panaszra nincsen okom, megyek tovább előre, remélem, hogy a BL-be is jövőre tudunk jó meccseket játszani, és szép eredményeket elérni. Hogy érzed, miben fejlődtél a legtöbbet Németországban, mondjuk az előző évekhez képest? Én azt gondolom, hogy, hogy talán még, még, még inkább tiszta fejű tudtam maradni az utolsó döntő pillanatokban, illetve tényleg az, az öt egyes védeket isünknek köszönhetően, mivel nagyon sokat gyakoroltuk és ütöttük az edzésen ezt az öt egyet, azt gondolom, hogy, hogy a hat méterről érkező lövésekben is léptem erőre, úgyhogy én ezt a kettőt tudnám most így kiemelni. Nyilván azért az eredmények, meg, meg ezek a pozitív impulzusok a, a válogatottnál is sokat segítettek neked, ugye az elbéselejtezőkre jöttél haza. Érezted magad, hogy nagyobb önbizalommal is érkeztél vissza a válogatotthoz, mint korábban? Én úgy gondolom, hogy igen, mondhatni. Tényleg jól ment a szezonban, jól mentek a, a bajnoki mérkőzéseken, úgyhogy nem volt okom úgymond stresszelni, de tartozik az is, hogy a válogatottnál a kapusedzőm, aki ugye már korábban a Ferencvárosnál is kapusedzőm, a Dula tényleg nagyon sokat segítette ezt úgymond erősíteni, úgyhogy szerintem nagyon, -nagyon jó tudunk együtt dolgozni, nagyon sokat szám, számít számomra, hogy tényleg ott van a keretnél. Ha kicsit előre tekintünk a, az Európa bajnokságra, akkor mit vársz a, a, tornától? Mennyit fejlődött a magyar válogatott az elmúlt időszakban, mióta Golovin Vladimir átvette a csapatot? Hová érhettek oda szerinted? Én abszolút pozitív vagyok. Nyilván építkezés folyik a válogatottnál, fiatal keretünk van, de, de tényleg már az utolsó mérkőzéseken tudtunk előrelépni, és főként a védekezésünk volt, ami picit azt gondolom, hogy igényelt egy kis gyakorlást, és ebben szerintem már tudtunk előrelépni, de szerintem ez még, még, még mindig csiszolható, úgyhogy remélem, hogy, hogy az Európai Bajnokságon még egyen jobb arcunkat fogjuk tudni mutatni ugye Svájccal kezdetek, aztán utána jön majd Horvátország és, és Norvégia, hogy tetszik a csoport, mit szóltál a, a sorsoláshoz? Ö, azt gondolom, hogy szerintem rendben van ez a csoport, szerintem kaphattunk volna nehezebbet is és könnyebbet is, úgyhogy azt gondolom, hogy ugye az olyan Svájc ellen mindenképpen elvárás, hogy, hogy magabiztosan tudjunk nyerni. A Horvátország azt gondolom, hogy nehéz mérkőzés lesz, hiszen a múlt évben ugye rajtuk csúsztunk el, úgyhogy hogy szerintem nem, oda kell figyelnünk, és tényleg úgymond vissza kell vágni azért a, a fájó Norvégia, te, azt gondolom, hogy ők pedig egy másik erőt képviselnek, de nem szabad feltett oda mennünk, a saját játékunkat kell tovább csiszolgatni, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretném azt, hogy az első két mérkőzést tényleg be tudnánk húzni, és aztán a Norvégia ellen pedig majd meglátjuk, hogy, hogy, hogy mennyi energiánk maradt, és hogy mire leszünk képesek. Jöhetne ellenük egy jó kis csoport döntő. Melinda, köszönöm szépen, gratulálok még egyszer a, a, szép sikerekhez, és akkor sok sikert a német kupához is, aztán utána meg azért jó pihenést a nyára. Köszönöm. Én is köszönöm. Sziasztok.